Na, de itt is vagyok a My Friendly Neighborhood-nek a folytatása, szóval le fogunk menni segíteni Ray-nek, hogyha minden igaz, mert... Szóval vissza kell menni az irodákhoz, ugyanis az irodákból le lehet menni oda, ahol mi ugye még nem használtuk az egyik ilyen kis hülyeségünket. A gyémánt kulcsot. Az egyetlen egy hely van az egész játékban, ahol nem használtuk még a gyémánt kulcsot, és oda kérem szépen az irodákba lehet eljutni. Most már hál' Istennek nem kell foglalkoznunk a kutyákkal, hogy ennek nagyon-nagyon örülök. Szóval szerintem egyébként tényleg most már közeledünk a játéknak a vége felé, és tehát el tudnánk menni ugye ezzel az anyaggal leszedni azt a ragasztós anyagot a liftről. De miért nem megyünk még, ugyanis innen hiányzik még kettő diafilm, amit még nem néztünk meg. Egyrészt van egy kódunk a szépbe, másrészt itt le kell mennünk, és meg kell még csinálnunk a pincerészt, ugyanis az... Ugyanis azzal még egyáltalán nem végeztünk, sőt közel sem végeztünk, szóval akkor kihasználjuk az utolsó helyet, ahol lehet használni ezt a kulcsot. És utána mehetünk is el. Igen, pontosan itt szembe gyakorlatilag. Lemegyek, kösz. Ott. Van itt? Nem, nincs itt se. Itt mindenkit megkötöztünk amúgy szerintem. Szóval mit találunk itt bent? Gondolom egy diafilm lesz mindenképpen, szóval pirosnak jelölt? Ja, pirosnak jelölt a hely. Jó, tehát akkor mindenképpen lootolnunk kell. Ez már zöld. De hogy is van itt még valahol loot? Jól van. Szia Norman. Oké, bele lehet nézni a WC-kbe, egy érdekes egy funkció, amit behoztak ide. Oh! Még egy diafilm megvan, pontosan arról beszéltem, hogy ugye a diafilmek. De itt viszont kell még valahol lennie lootnak, ha csak nem egybejelzi ezt a három területet. Mély és bűnös víz. Oké. Norman? Tehát meg vagy egy magadba? Jó, te tudod, Pali. Én szerintem elmegyek innen, hogyha neked nem baj ez, Norman, és keresek még loot, itt semmit nem látok, itt kop, egy egybe semmit nem látok, mert pont úgy sőt rá a fény monitorra, hogy amúgy nem látok itt sok mindent. Remélem egyben van jelölve a három hely, ugyanis én nem találtam máshol úgy nagyon lootot, szóval... Akkor nézzük még erre fel, de itt sem nagyon találkozom, ez le van barikádozva, és... Ezzel most akkor... Ez a Ray-nek megy. Jap, és ez is zöld lett ez a terület, szóval mehetünk vissza Ray-hez megjavítani neki a kis szutykát, ugyanis ez a dugasz kell, hogyha jól tudom. Ez egy dugasz, nem? Yep, egy boilerhez. Oké, jó, akkor nézzük meg a többi piros helyet még, ami itt maradt nekünk. És akkor visszamehetünk segíteni Ray-nek, aztán átmehetünk megnézni azt a liftet, ugye, tehát, hogy arrafele mi van. Úristen, nagyon-nagyon sok tartalmat hagytam ki. Vagyis nem kifejezetten sokat hagytam ki, hanem sok volt, tehát olyan, amit nem nagyon tudtunk még akkor megcsinálni. Jézusom. Megijedtem egy picit, jó, téged megkötözök, mert szerintem itt még végig kell majd mennünk egyszer-kétszer, és hát akkor az... Mínusz egy töltenye, amit nekem el kell töltenem. Te miért teszel ott egy kört? Ja, mert nem tudsz ide feljönni. Jó, én nekem addig van idő megnézni, hogy hova kell mennem. Oda fel. Gyere, A, B, C, D, F, G. Nem? De? Kösz. Itt balra kell elfordulnunk. Norman, itt ki lehet kerülni? Szerintem nem fognak utolérni, hogyha itt nagyon-nagyon sietek. Ezekre a helyekre most már alig emlékszem, tényleg olyan régen voltunk. Te hogy kerültél ide? Hál' Istennek csak kettő töltény kellett bele, de mondjuk ez eléggé búsít, hogy majdnem, hogy mellettünk spannol, de jó, nem majd, nem fogok rinyálni, megoldottuk. Hogyha minden igaz, ez az ajtó az, jap, és akkor ittben van még egy darab loot valahol valószínűleg, amit elhagytam. 10 cent, fasza, örülök ennek a játéknak. Hogyha minden igaz, szabadíthatunk fel helyet, igen, lerakhatjuk a másik kettő kulcsot, sehol nem kell már őket használni, tehát mindenünk megvan most akkor így elrendezve. Már szerintem... Se nem mentek, se nem hílelek. Úgy érzem, hogy a pénzekből kell majd valamit csinálnunk, szerintem. Kicsit csokikat, ugye nem kell megvenni mindet a múzeumban. Ez de rossz az a spam basszus, hogy te kop mellettem spannolsz ilyenkor. Jó, nem baj, legalább nem kell sok ütés neked. És akkor visszamegyünk, egyenesen átmegyünk, és a stage 2-be hagytam még ki egy kis lootot, azt még megnézzük, és akkor az egész víza... Ja, de ez be van szakadva, nem? Azt hiszem, ez be van szakadva. Vagy ez nem az a bánya? A rossz bányáról beszélek? De az ez a bánya basszus. Ó, oh. Hát akkor hogyan megyünk el a stage 2-ig? Vagy rossz ajtón jöttem ki? Valószínűleg rossz ajtón jöttem ki, az baj. Megint itt spannol, de jó. Hova kéne? Ja, a lépcsőn. Totál rossz... De jól vagy? DJ jól szerintem. Na mindegy, nézzük akkor meg a kettes szintű színpadot. Ez elméletileg az. Ja igen, itt jöttek rám egy rakatnyian, és tehát nem voltam lootolni, mert úgy voltam vele, hogy úristen menjen jönnek, inkább tűzünk el innen a francba, mielőtt megint rám küld a játék annyit. Szóval ezt az egyet hagytuk, itt ott van egy Norman fej. Nem ezt az egyet hagytuk itt, viszont ez is valami, ami hiányzott. Szóval... Ja, így le vannak csukódva, és tehát így vannak nyitva. Igen, itt fenn itt voltunk. Ja, ez azt a secretet mutatta meg, jó. Akkor valahol egyértelműen a kicsiszett fiókok. Ezeket fixen nem néztük át, basszus, én ezeket nem is tudtam, hogy ki lehet nyitni. Ó, shotgun töltény volt még. Na és ennyi?
Jap, ez is zöld akkor, szóval sziasztok egedek. Akkor mehetünk vissza ki a felszínre tudtommal, mert tehát ezzel a szinttel akkor végeztünk. Ezzel a szinte is, és akkor most már csak ide kéne lejutni a lejjebbi vízi helyre. Mi van? Ja, ez az, ahol volt Ray, azt hiszem. Jó, most akkor visszamegyünk segíteni Raynek mindenképpen, és akkor a maradékot meg majd a franc se tudja, hogyan oldjuk meg. Na csá. De át kell menni, ottól Ray van sajnos ki. Nem tudjuk neki tett kibét. Ja, meg tudjuk innen verni igazából. Ja, jó, mindig elfelejtem, Raynek egyébként annyira rossz a hitboxa, hogy csak úgy szimplán, ja, meg tudjuk verni, jó, nem baj. Hamarosan nem kell már bántalmaznunk, ugyanis segíteni fogunk neki méghozzá nagyon is. Itt elméletileg, igen. Őt csak úgy, jó, röhögjél csak a sarokba, én átmegyek mellett, ez ugye nem gond. Hál' Istennek meg lett kötözve az úr, mert az most ott eléggé nagy problémát jelentett volna, és odafel hogyan mentünk annó. Oda fentre kéne visszajutni, valószínűleg ne hátulra tudunk fellépcsőzni, hogyha minden igaz, ide kellett az a... láncmetsző cucc. Igen, 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 jó, nem baj. Legalább gyorsan rájöttünk, hogy hogyan kell visszajutni, tehát oda, ahonnan jöttünk, és akkor most le kell menni segíteni Raynek, ezen kívül ugye tudnánk még menni a stage 4 felé, ahol ugye elméletileg mit tudnánk egy olyat, hogy tehát megnézni a kódot, amit kaptunk tegnap, mert mi tegnap kaptunk egy safe kódot. Na és volt egy ajtó, amit nem néztem meg, hogy hogyan vezet be a stage 4-be. Arra nagyon is kíváncsi vagyok, ugyanis itt kint, itt volt valahol egy hely, ami ki volt mutatva, tehát egy alagút, hogy stage 4, és én azt nem néztem meg, hogy hova vezet, azt valahogyan kiment a fejembe. Ott volt benne egyébként az aviáriban, úgyhogy oda most bemegyünk és ezt megnézzük gyorsan, hogy csak úgy hova visz ki. Ő is itt, tehát most fel fog éredni? Ő régen nem ilyen volt, nem? Ja de! Nem, a kicsit egy szobor érett fel oda. Akkor őre azért nem hat a töltény, basszus, ez egy szobor, ez nem is egy báb. Az fasza. Szóval, ha minden igaz, hogyha itt háttól mentünk ki, mondjuk tök mindegy, merre felmegyünk, mert ez a kettő helyez most már egybe van nyitva, akkor elméletileg itt volt balra egy olyan alagút, hogy stage 4, és én ezt nem néztem meg. Ja, ezt nem néztem meg, szóval ez hova visz egyébként? Ez hol van? Itt nem voltam még, jó, akkor ez megint csak egy új hely. Jól van, akkor ki... Secret, aha. Jó, mi lenne, hogyha tehát én úgy intéznének el titeket, hogy... normális kapott belőle egy keveset, de nem sokat, úgyhogy még egy picit meglődözzük. Jó, hát ennyi volt, az gatya. És akkor itt van, egy gránátot vissza is kapunk, akkor még jó, hogy elhasználtam igazából. És akkor ez a hely is zöld, és ki tudjuk nyitni ezt az ajtót is. Jó, akkor végeztünk ezzel a helyen, most már tényleg. Kivéve, tehát, hogy nem, mert ez safe. Igaz? Yep. Hogy kell menni a széfhez? A széfhez ki kell mennünk teljesen oda. Az baj. Az hogy van? Az itt ki balra. És akkor itt, hogyha megyünk még egy... Itt volt egy kutya eddig, de most már nincsen, hál' Istennek. Hogyha itt lemegyünk, akkor itt elfordulunk balra, és ott lesz egy rohadt nagy lépcső, és ott lefele kell menni. És akkor be tudjuk végre érni a széfnek a... Ez bullshit spawn. Ez az, de ez tényleg, tehát hogy... Innen. Nem erre fel kell volna elfordulni, igaz? Nem erre fel. Akkor még jó, hogy nem is mentem tovább, basszus, és rossz irányba fordultam egy az egybe. Ezek a kicsezett kis bábok, ezek annyira idegesítőek, hogy ez nem igaz. Hál' Istennek nincsen belőlük sok. Téged kötöztelek meg a játék legelején. Te azóta itt fekszel. Legalább elszorakoztatja magát dúdolással, szóval hova? Ide. Itt van ez az ajtó, és akkor ide most be tudjuk írni azt a kódot, ami a széfé volt, ami nem más, mint felírtam, igaz? Kérlek mondta, hogy felírtam. 7-12-4, szóval 7-12-4. Így kell, tehát 7-12. Mi nem jó? Hogy kell ezt beírni? Valami hülye beírása van neki biztos. Az sem mindegy, hogy melyik irányba forgatod ezt a szutykot. Megnéztem, és nem mindegy, hogy melyik irányba forgatod. Szóval akkor elméletileg úgy kell kezdeni, hogy úgy megyünk, hogy tehát ja, hogy ez itt nem reszetelődik, jó, hát akkor mi volt a kód? 7-12-4, tehát úgy kell kezdeni, hogy 7 így, aztán 12 így, és utána 4 így, és ez a... Az sem mindegy, hogy melyik irányba forgatod, basszus. És megkaptuk a másik... Azért nem működött a fuse-os puzzle, mert volt még egy fuse. Ez most komoly, és kaptunk még egy fuse gomb, izét, hova rakta ezt a szutykot? Ez a fuse puzzle. Pik, csillag, gyémánt, szív. És eddig nem volt nekünk csillagunk. Jó, akkor visszamegyünk oda. Utána gondolom visszajövünk ide, kicsit hieroglifákat meg kell még csinálni, basszus, tehát arra szükségünk van. Úristen, de sok rohangálás lesz most itt a játéknak a végén, ezt már látom előre, hol van a leggyorsabb út kifele, légy szíves. De menjünk le segíteni Raynek, és csináljuk meg akkor az új fuse boxos puzzle-t. Mind a kettőt erre fel kell ugye elérni a
a Gardenből, és akkor elmehetünk szépen végre vissza. Tudom, megettünk beírni a másik kódot, ami nem más volt, mint hogy pik, csillag, gyémánt és szív, és akkor elméletileg nincsen az inventoriumban hely, még csak annyi sem, hogy elrakjak egy kicsit fuse. Jó, most már lesz jó. Egyesével szedjük ki a fuse-okat. Így, hogyha minden igaz? Yep. Meg is vagyunk, de viszont akkor az inventoriumban kell lennie. Ja, inventoriumban fog maradni valami, látok itt egy rágot. Nagyon jó. És töltény. Vagy ez egy gránát volt? Gránát volt, jól van, nem baj. Lift? Hova mennénk mi lifttel? Ennek nem sok értelmét látom, hogy itt van, de hát ha valami fontos helyre visz, csak annyi a lényeg, hogy vissza lehessen jönni, kérlek. Ula, franc, mi vagyok? Erre nyitja meg a térképet, de én nem vagyok itt. Nem jelzi a térkép, hogy itt vagyok. Nem tudom, hogy hol vagyok. Ez nincs is rajta a térképen, már megint csak. Oh, yeah. This is more like it. I could use a vacation. Jó, tehát vakációzni jöttünk. Ez hol van a térképen? Honnan fogom tudni, hogy kilútoltam ezt az egész helyet? I guess nem fogjuk tudni, hogy kilútoltuk el az egész helyet. Fogalmam sincs, hogy ez hol van a térképen, úgyhogy meg sem próbálom megkeresni, mert nem fogom szerintem. Na mindegy, akkor menjünk be innen ebbe a pályába. Mi a franc ez a hely egyébként? Ez egyértelműen egy film szett, ez a kalózos filmnek a szettje, igen. Szia rák! És ő nem bánt, ő csak egy csapogtat így a karja, mancsaival. Milyen vannak a rákoknak, basszus? Nem tudom, de kincset találtam. Köralakú szlotok. Ó, basszus, meg mi nekünk kell kincset keresni? Tehát nem egy gyémántot, akkor ez... Yep, az egyik Infinity Stone-okat kell gyűjteni. Kaptam egy achievementet arra, hogy érjek el a stage 5-re, de tehát pont kialtabasztam a játékba. Szóval leírás! Hát a feltalálónak a naptára. Úgy hívom ezt, hogy a konklúzió. Éppen azért, mert meg lehet, hogy ez lesz az utolsó, amit csinálok. Ez a legnagyobb áttörésem eddig. Bele kellett építenem a töltényt egyenesen a testébe, szóval nem tudod újra tölteni, anélkül, hogy szétszed az egész cuccot. Lesz egy új fegyverünk. Nagyon-nagyon lesz egy, és egy minigán lesz szerint. De ennek köszönhetően nagy valószínűséggel mindent meg fog állítani gyorsan. Ez egy kicsit minigán lesz. Oké, én ebben benne vagyok. Most olyan szinten összeszedjük a gyémántokat, hogy ez nem igaz. Minigán az nekem kell. És akkor viszont akkor ezt nem fogjuk tudni, hogy ezt kiszázszázalékoljuk el. Mert hát nem találom a térképen ezt a helyet. Na mindegy. Szóval ott van egy olyan, és itt van egy zsaru. A zsarut ők meg először ez nem is zsaru. De miért van neki ennyi HP? Az baj. Már egy kicsit. Meg lehet, hogy csak szimplán mellé ment a shotgun lövésem, de hogyha mellé ment, akkor csalódott vagyok magamban. Ilyen közel... Nem, egyértelműen több HP-juk van. Yep, ezek neki jóval több HP-juk van. Jó, akkor itt nem kéne töltőképernyőre menni, mert basszus, egy évig itt leszünk, mire izé. Hogyha újra meg akarjuk őket ölni. Ó, tudunk belemenni a vízbe? Van egy D-bet. Keressünk kincset. Nem voltunk már, nem már körbenéztünk, itt fenn még nem. Itt viszont át tudunk menni szerintem. Yep, és itt is van egy kard letűzve. Imád, basszus, ez okos megoldás. Jó, ez okos volt, ez tetszett. Jó, akkor... Ilyen még esetleg tudnák ki... Aha, hogy a francban-e igazából? Itt láthatatlan fal van. Jó, csalódott vagyok. Nem, ezen kívül ott látok le még egy chestet. Az nem az a chest lesz, amit én fogok kinyitni sajnos szerintem, de nem... Igen, nem tudok, ott láthatatlan fal van, jó, tehát akkor ez nem a mi chestünk. Viszont én itt láttam még egy... bányarendszert, amikor bejöttem, hogyha jól tudom. Szerintem itt volt még egy bányarendszer, nem. Akkor nem tudom, hogy mit fogunk magunkkal kezdeni. El tudunk menni kinyitni azt a chestet? Nem, nem tudunk. Akkor a harmadik kristályt azt még egyelőre nem tudom, hogy hol van, de meg lehet, hogy valahogyan megtudjuk. Ezt kell kinyitni vele egyértelműen majd, mert tehát az ott a kiáratunk. És kíváncsi vagyok, hogy ez hova fog vinni, mert ezt a térképen tényleg nem tudom, hogy hol van. Na meg hát akkor menjünk el megkeresni a harmadik gyémántot. Ami feltételezem, hogy zöld lesz, mert tehát piros, kék, zöld. Gondolom. Hol lehet a harmadik gyémánt? Ha feltételezem kéne, akkor mindenképpen arra fele lesz, mert arra fele még úgy nem nagyon fedeztünk fel, vagy ott esetleg hátul, nem tudom, de meg lehet, hogy fel... Hogyha oda fel tudunk menni, akkor fixen ott lesz szerintem. Nem tudom, mit nézek ki a játékba, tehát hogy hova a francba rakhatták, de ez itt hátul elég gyanúsnak tűnik, ugye ott van. Az az, nem? Látok mellette egy üveget. Jap, ez az. Így is van. Na, meg is vagyunk vele. Lássuk a minigant. Kicsit minigant. Legalábbis arra tudok tippelni, hogy az lesz, ha csak nem valami iszonyat nagy gránátvető, vagy nem tudom, de töltény nem találtunk még. Ez egy gránát, ez egy minigen. 8 slotot foglal. Pali, nekem van 2. Ezért szerintem vissza kellene jönnünk később. Ezt nem fogom most tudni elvinni.
Nem, ezt nagyon is nem fogom tudni elvinni. Ezt még szerintem kitörölhetni, nem tudjuk kitörölni a dolgokat az inventoringba. Ezért vissza kellene jönnünk később. De nem akarom itt hagyni, de itt kell. Jó, ezért visszajövünk később. Viszont akkor egyszer másszunk fel ide. Ezt még azért megnézem. Ó, vérsékezes mászás, jó. Tiszta Ruin DLC-be érzem magam, ott volt minden izé, ilyen 15. percben egy ilyen létra mászás, ami elassul. Nem, elnézünk először jobbra, mert arra, hogyan nézem, ott gyorsabban, tehát korábban van vége ennek az egész ilyen szélén lévő extended cuccnak. Itt viszont látok egy gombot szerintem. Nem, el tudunk menni a felirat mögé. Ez csak szimplán tehát tudunk tenni egy hatalmas kört és felülről megnézni a szettet. Ez meg lehet is szimplán csak annyi. Ja, ez tényleg csak kis kizárólag annyira van, hogy megnézzük fentről a szettet. Hát jó, picikét csalódtam. Hé, de legalább hangszigetelve van a fa. Legalábbis annak tűnik, nem tudom, ez a szivacsos megoldás, ez tehát enyén szólva ilyen hangszigetelési opció gyakorlatilag. Remélem ez bevisz egy save pointhoz. Tudja a franc, hogy hol vagyunk, megmondom az őszintén. Ó, ott. A mappon kívül vagyunk, most érkezünk be a mapra, jó. És ez hova visz ki minket? Ó, wow, ez ide fentre hoz. Ez gyakorlatilag a legelső hely, ahol voltunk. Itt van alattunk a bejárat. Igen, ez a Szezám utca hely. Wow, szeretem, amikor a játékok így újra használják a helyszíneket, hogy tehát más szemszögből tudsz rájuk látni. És akkor innen igazából, tehát csak kizárólag annyi van, hogy igen, tehát csak le tudunk menni. És vissza nem. Aha, jó, értem. Akkor viszont én nekem gyorsan tűznöm kell innen, mert le akarok pakolni mindenféle baromságot. Akkor szerintem először mindenképpen menjünk vissza és segítsünk Raynek. Utána pedig menjünk vissza az irodákba és rakjuk be a harmadik diafilmet. Szerintem Raynél lesz a negyedik diafilm. Na de arra most egyelőre van inventory helyünk, hogy tehát elfogadjuk tőle a negyedik diafilmet. Azt hiszem pont kettő van, és tehát ugye kettő kell neki, ugye az a kis konnektor, szóval akkor pontosan meg lesz a négy inventory slotunk, az jó lesz. Akkor mindenképpen először menjünk el segíteni Raynek. Ja. Mentek egyet, mert ki tudja milyen bullshitet fog rám húzni a játék, aztán egyszer csak random meghalok, aztán csak arra van opció, hogy izé az előző mentéstől folytassuk, szóval... Elhasználok egy coint a mentésre, így is fogunk még szerintem találni coint. Na meg van egy kicsit minigunk is, azt is el kéne majd használni. Ide viszont akkor én lerakom ezt a fiúzt, mert erre nem lesz már szükségünk, legalábbis nem úgy néz ki. Lerakok ide pénzt. Miért ne igazából, csak slotot foglalnak jelenleg. És akkor lerakok egy healt, csak is kizárólag egy darab heal lesz nálunk, és akkor most már elméletileg vissza tudunk majd menni szépen a minigunért is, hogy azt is elfogadjuk. 8 hely kell neki, tehát az így nézzük ezt a 8 helyet, gondolom. Akkor, hogyha lerakjuk még ezt a diafilmet, akkor visszatudunk még azért menni a mai részben, jó. Akkor azért is valószínűleg visszamegyünk majd még a mai részben. Itt is volt egy mentés közelebb. Hát, enyhén szóval kicsesztem magammal, hogy távolabb mentettem, de ez van igazából. Szóval itt vagyunk Raynél, meghoztam neki a kis konnektorját, és elméletileg igen, ez volt az, ami csak is kizárólag piros volt, szóval akkor ez sem lesz most már piros, de lássuk, mit tudunk művelni Raynek a sok szemetével itt lenni igazából. Jön a víz. Újra működik a csatorna, de tehát tele van szeméttel, az se sokkal jobb szerintem. Nem? Tehát ez így jó. Szia Ray, segítettem. I just, look, when you've got a problem, you can't just clam up and start hitting everything with a wrench. That won't fix anything. Good. Well, I'm going now. Oké, okay, viszlát Ray, akkor segítettünk Raynek is most már a problémájában. Ezzel én tehát kapok valami lootot? Ó, hogy a franc megkapnék valami lootot. És most zöld? Yep. Hát akkor segítettem Raynek, a legnagyobb viszontlátásra élvez az új szivattyú, dugattyú, tököm se tudja midet. Élvez ki a használatát. A viszontlátásra Ray, akkor most már segítettünk neki is, mínusz egy dolog az inventoryban, így is van. Ami azt jelenti, hogy majdnem, hogy ide férne az a minigun. Itt van 8 hely, de nem, pont ilyen, pont nem jól van orient. Úgy most jól van, amíg orient. Visszamenjünk a minigunért most. Eléggé kecsegtető. Na de tehát azt mondták, hogy nem kell újra tölteni. Végtelen töltény van benne, csak tehát egy ilyen túlmelegedés mechanikája van akkor elmenetileg? Vagy nem tudom, mire tudok még csak gondolni. Vagy pedig pisztolytöltényt lő, csak rohadt gyorsan.
az is egy megoldás. Nem egy jó megoldás, mert hát akkor meg folyamatosan pazarolni fogjuk gyakorlatilag a tökéletesen jó pisztolytöltény, de megoldás, I guess, ha bár nem jó, de tehát az. Na jó, hát menjünk akkor vissza a bejárathoz. Na csá, remélem, hogy egy kicseszed filmtekercsbe, amink volt, tehát azzal most a mi a hieroglifákat kapjuk meg, mert azzal még kéne valamit lenkezdeni, az az egyetlen egy szoba, ami piros még szerintem az egész játékban gyakorlatilag, igaz? Hogyha csak nem hagytam valamit a csaton, nem a csatornarendszer kész, a Stage 4-ben van az egyetlen egy piros szoba, a kinti részben van még... Ja, a hotel, igen, a hotelben ott még, tehát vannak még ajtók, ahova nem tudtunk még bemenni, mert oda elméletileg a játék végén kell. Az irodában full zöld minden, és ennyi, körbeértünk. Mindenhol zöld minden. Szóval akkor irodák, és visszamegyek a vetítőszobába, és berakom az új filmet. Nagyon-nagyon remélem, hogy rajta lesznek a kicseszett hieroglifák, mert azok nekünk most jelenleg nem sokra fogunk menni sajnos. Na milyen filmet kapunk most? Remélem, ennek a végén nem lesz egy kicseszett riasztó, mert attól megijedtem az előzőnél. És akkor hátra van még valahol egy darab film. Hármas filmet nézzük csak meg. Ez egy stock zenére, egy hölgy kint a... az erdőben. Most már egyre lejjebb megy az az úr is. Meghalt? Mi van? Mi van? Ez egy film a háborúról, fasza. Nem tetszik neki. Lemenjek vele beszélni? Nem van még? Szerintem le kéne nekem mennem vele beszélni, mert... most nagy valószínűséggel elrontottuk neki a napját. Baszki, hogy került ide Norman? Ja, rossz szerepben mentem le, jó, mindegy. Lemegyek vele beszélni, mert szerintem szó szerint depressziós. Lehet nálam van az utolsó kis filmtekercs, hogy tessék rak be ezt, hogy jobban érezzem magamat, vagy nem tudom, és akkor ez is gondolom egy achievement, vagy valami ilyesmi. Nem tudom, de szerintem tényleg oda kéne mennem hozzá, ha bár egy gránáttal a kezembe megyek, mert ki tudja igazából. De szerintem nem lehet belőle úgy. Na, szia! Minden rendben, tehát hogy nem néztél ki túl boldognak. Life can get you down sometimes, huh? First time I ever saw a movie as a kid, there was this scene of a man riding into this big blazing sunset, and I remember when it came up, it just caught me. I don't know if it was the plot or the music or what, but my heart just suddenly leapt, like I had just heard an old friend calling my name. And I sort of forgot myself and turned around, thinking someone was behind me. But all I saw was a little star of light coming from the projection booth. No one else turned around. They all were just focused on the screen. But it felt so real. So solid. Never knew what to make of that. And eventually I forgot about it. I guess during the war I got distracted. But it just came back to me now. Szóval akkor minden rendben lesz. Hozok majd neked egy boldogabb filmet, jó? Majd valahonnan. Még mindig nem tudom, hogy honnan, de valahonnan hozok majd egy boldogabb filmet, eskü. És most akkor elméletileg... Jap, eléggé üres az inventory, mehetünk gyakorlatilag. Oda, ami szerintem meg lehet, hogy a játéknak a vége már. Na de akkor tehát hiányzik még egy ide, igen, viszont azt tehát... Ja, a hieroglifáknak kéne hozzá lennie valami köze, de azt gondolom megtaláljuk még, nem lehet még ez a játéknak a vége, basszus. Szóval mindenek előtt, minigun, oda fix most visszamegyek, és akkor jövök, hogyha ott vagyok, mert egyébként eléggé messze van szerintem. Miért akkor kapom meg az achievementeket, amikor lealtabozok? Szerintem valami... tehát baj van a játékkal.
Most kaptam egyszerre ki, mindig amikor lealtaboztam, akkor adja meg az achievementeket. Átaltaboztam a Discordra, és most kaptam meg azt, hogy segítsek Ray-nek és Gobletnek. Minél szóval minigán, és kezdünk kifogyni a töltényekből, szóval egy picit oda kéne figyelni, hogy mire mennyi töltényt használok. Lenárdot itt szerintem kop meg tudom verni, tehát töltény nélkül. Csak most annyira gazdagok voltunk, hogy hozzászoktam, hogy mindent a legerősebb fegyverekkel oldok meg, viszont ezt most már sajnos nem tehetjük meg, átmentünk a csóróságba. Azt hiszem, itt volt a stage 5, nagyon-nagyon remélem, mert hatalmas nagy kört tettem. Yep. Ezt miért most mondja? Nem tudom, ezt miért most mondta. Szerintem itt valami nagyon-nagyon szétcsúszott a játékkal, mert hát az achievementeket sem kaptam meg, mint ahogyan mondtam, úgyhogy meg lehet, hogy valami félrecsúszott, de nem baj, most eddig minden rendben van. Szóval azt hiszem, minigán. Megvan. Na meg, ó! Aha. 999? Ugyanúgy tudjuk dobálni, és milyen menő flipje van neki. És milyen töltényt használ? Ennek szerintem tehát nincsen külön töltény, ez csak úgy szimplán van neki 999, és tehát hogyha elfogy, akkor ennyi volt szerintem. Szóval akkor ezzel nem kéne, tehát oda kéne rá figyelni, hogy mennyit fogyasztunk bele. Oda kéne figyelni, hogy mennyit fogyasztunk, szóval meg tudjuk nézni, hogy tehát mire képes ez? Aha, jónak tűnik, és nem is nagyon eszi úgy annyira a töltényt. Megnézzük egy ellenfelen. Szia! Jó, nem kéne erre pazarolni szerintem, mert tehát majdnem 100 töltényt elevett egy kalóz ellenfél. A kalóz ellenfelek tudom, hogy erősebbek, mert ott látom rajtuk azt is, hogy erősebbek. Na mindegy, akkor hogyha minden igaz, végeztünk. Én nem találok már semmi mást. Megint most kaptam egy achievementet. Találd meg a minigen. Amikor altapozok, akkor adja meg az achievementeket. Jó, itt valami nagyon-nagyon szét van csúszva a játékban. Mit simán ellenfél vajon a minigennal? Egy ilyen 10 volt kb. Az nem olyan sok, tehát az mi? 100 enemit meg tudunk vele ölni. Az nagyon-nagyon jónak hangzik, ezt majd ilyen végső esetekre hagyom, és ez híres utolsó szavak, innentől fogva soha nem fogom használni valószínűleg. Mindig úgy vagyok vele, hogy ó, meghagyom, hogyha valami nehéz lesz, és akkor soha nem használom. Hogyha ezt mondom, akkor fix info, hogy nem fogom használni. Mert úgy vagyok vele, hogy mi van, ha van egy nehezebb szituáció, és megtartom addig, és sose lesz ez a nehezebb szituáció. Ez van. Nem minden megjöttünk akkor újra a múzeumban, szerintem most akkor haladhatunk előre. Ha csak, tehát valami loot itt... Veszek egy csokit, miért ne? Veszek egy csokit. Kösz. Ennyi? Be se kellett írnom, hogy tehát miért kérek? Hát jó, akkor annak a beírásnak, annak nem tudom mi értelme van, meg tehát most akkor fizettünk egy dollárt. Egy centet szó szerint fizettünk egy darab csokért. Hát ez nem éppen a legjobb deal volt a dealek históriájában, de jó, elfogadjuk. Akkor lift! Yep, én is így vagyok vele, menjünk akkor fel, és akkor nyomjuk le ezt a hülye antennát most már. Na? Ez egyből a tetőre visz? Nagyjából a tetőn vagyunk szerintem. Nem? Nem tudom. Franz se tudja, hogy hol vagyunk. Ezeket nem tudjuk leütni. Papírus. Visszatekintés első rész. A sötét utcákba mentem át egyedül a városban. A szomszédság teljesen üres volt. A cégek egy-egybe szétszakították a közösségeket is, mint hogyha solymok szedtek volna szét egy hullát. Az összedőlő épületek, az összetört üvegek, ahogyan csillogtak a földön, a kocsik, a lapos kerekek, teljesen úgy nézett ki, mintha egy háborús zóna lett volna, ami régen egy virágzó város volt. És a fény, amit a közlekedési lámpa rárak, az egésznek egy ilyen álomszerű minőséget ad. Összeszámoltam, hogy hány ablaknak volt összehúzva a függönye. Mindegyikük egy sötét apartmanban bújt és nézte a tévét egyedül. Egy nagyon rossz érzés kezdett el kísérteni. Úgy éreztem, mintha egy sötét lyuknak a szélén próbálnék menni, úgyhogy bármikor beleeshetek és eltűnhetek örökre. Egyedül vagyok. Még a város szívében is igazából nagyon is egyedül vagyok. Hogy mentünk át boldog bábakról depresszióra? Ezek egyértelműen le vannak zárva, szóval akkor csak is kizorog, erre fele mehetünk. És ez tele van firkálva, szóval hát menjünk. Érdekes soundtrack, érdekes helyszín.
Oké. Okay. Ja, én is meg... Van még tovább a játék. Úgy néz ki, mint egy puzzle. No shit, Sherlock. Uram? Nem akarom megbántani, de ez ezen a szar. Le tudnál állni egy kicsikét? Csak hogy tehát halljam a gondolataimat? Felmehetek megverni, mert... Ugyanem egy pók lesz, basszus, úgy néz ki, mint egy pók. Jó, látok itt tovább ajtók. Ahol a francban vagy? Ja, nincsen meg térképünk rá. Ja. Uram, megbocsásson, de rossz a zene. Nem tudom bántani, jó? Tehát akkor ő nem gonosz igazából. Kart nem lehet meghúzni. Jöhetek én is játszani? Kachmachi, az van ráírva. Egyetértek. Jó, hagyjuk itt ezt az urat, mert megőrülök ettől a zenétől. Tehát volt négy ajtó, ami világított, és van egy mentőszoba. Hogy mi a 470... Milyen hosszú volt ez a sorozat, basszus? 478. epizód? Ezt tehát prediktálja, hogy hány részes lesz az én végigjátszásom, vagy mi? Arnoldnak a képzeletbeli luxusházában, amikor Ricky bemegy Arnoldnak a luxusháza, teljes mértékben káosz van, fedőtön van a berendezés, a kartondoboz le van húzva a falról, és festmények vannak a földön. Arnold a sarokban van, és éppen próbálja átnézni az egyik ládáját. Ricky azt mondja, hogy Arnold, mi a franc történik? Keresel valamit? Arnold felnéz. Arnold azt mondja, macska! Ricky azt mondja, hogy elveszett a macskádat? Már megnézted mindenhol? Arnold azt mondja, hogy igen. Ricky erre válaszol, hogy megpróbáltad már megnézni a konyhában? A hálószobában, esetleg a pátióban? Arnold bólogat, odabattyog a zongorához, és kivág egy kottányi zenét, és megmutatja Rickynek. Arnold azt mondja, hogy írtam egy zenét! Ricky azt mondja, hogy jól van, akkor azt akarod, hogy én ezt elénekeljen? Válaszként Arnold nekiállja játszani a zongorát, Ricky pedig énekli a zenét. Zene, szomor a macskának. A macskám eltűnt, szomorú vagyok. Hol vagy macska? Macska, 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 macska. Nem az ágyadban vagy. Határozottan nem ott volt ezek szerint. Ez zárva van. De akkor mindenképpen lesz még tart... Látom, hogy lesz még tartalom. Ez ugye nem vesz el tőlem pénzt. Mennyim van? Várjunk, négy tokenem van. Ó, ennyi volt. Kértem egy narancssárgát, az kifogyott. És ez mit csinál? De ez papírból van, nem? Egy kis szóda, egy kartondob az üveg. De tehát ez nem... Tehát, hogy a szóda az buborékos, annak át kéne tehát olvadni egy idő után, nem? Szóval a kő az új karakter, a rák. Aki kicsoda egyébként? Elfelejtettem már a nevét. És ez hova számolja be? A hotelba? Aha, a hotelba számolja be, szóval akkor van még egy komplett ház, Arnold a neve, jó. Akkor azt eléggé benéztem, kicsikét sem vagyunk úgy nagyon a játéknak a végéhez közel, na de valami inventory helyet azt azért kéne felszabadítani, nem fog sikerülni szerintem. Fel is adom a rendezkedést, mert nem fog sikerülni. Mostantól fogva hozzá kell szokni, majdnem mindig tele lesz az inventory, csak is kizárólag ez a rohadt nagy minigám miatt. Hát jó, akkor én szerintem el is használok egy mentést, elhasználom az adóeszkártyámat, mentek egyet. És akkor holnap innen fogjuk folytatni, támogatók akkor itt vannak. Én azt hittem, hogy a végén voltunk, mert eléggé úgy volt felépítve a játék, hogy tehát gyakorlatilag mindenhova vissza kellett menni, ahol már voltunk, és akkor mondom, jó, hát akkor mindjárt itt a vége. De nem, van még egy komplett új része, aminek örülök, mert ez a játék ez fantasztikus. Szóval akkor valószínűleg lesz még egy rakadnyi dolog, amit meg kell még nézni. Még szerintem egy ilyen 2-3 részt még ki tudunk belőle húzni, úgyhogy akkor folytatjuk majd tovább a bábazást, és megnézzük, hogy tehát mit akarnak igazából ezek a bábok, és mi a franc történt, mert még olyan régen beszéltünk már Rickyvel, utoljára lelőttük. Szóval holnap jövünk majd a My Friendly Neighborhood-at csöszök, addig brrrr.